A szemétszállítás, a közös helyiségben fogyasztott elektromos áram, a közös gázfogyasztás, a takarítás. Többek között ezek a tételek jelennek meg a társasházi lakások közös költségének díjában. A Nyíregyházi Lakásszövetkezethez 5200 ingatlan tartozik a megyeszékhelyen. Már tavaly is csaknem 100 milliós kintlévőségük volt, ugyanis sokan vagy nem, vagy késve fizetnek közös költséget, mondta el a Lakszöv Nyíregyházi elnöke 35 perc című műsorunkban. Többféle adós van. A legkellemetlenebb mindenkinek, hozzáteszem az adósoknak is, talán a bedőlt hitelesek köre, akik úgy 2013 óta egyre nagyobb számban jelentkeznek, és ott, ahol a kimutatásainkban 1 millió körüli, meg annál magasabb tartozásokat látunk, annak az az oka, hogy mondjuk a sokmilliós vagy 10 milliós banki követelések mellett a közös költség már elhanyagolhatónak tűnik, és azt mondja, hogy ha már veszett a fejsze, veszen a nyele is, nem fizetek semmit. Van, aki ott hagyja egyszerűen a lakását üresen, hogy úgy is viszi a bank. Na most ezekkel aztán a szövetkezet sem tud mit kezdeni. Akár egy banki adósság, a közös költségtartozás is behajtható. A szövetkezet két havi hátralék után egy ajánlott levélben szólítja fel a lakástulajdonost, majd fizetési meghagyást bocsát ki, és ha nem teljesül a befizetés, megkezdik a végrehajtást. Minden évben májusban, szeptemberben és december végén szólítják fel a hátralékosokat. Manapság egyre több lakást cserél gazdát, nem árt lakásvásárlás előtt tájékozódni arról is, nincs-e közös költségtartozás az ingatlanon. Amennyiben az új tulajdonos nem kér tőlünk igazolást a közös költségtartozásról, akkor egyetemlegesen felel a korábbi tartozásért az eladóval. Ha úgy vásárolja meg, hogy tud a hátralékról, akkor viszont a korábbi tulajdonos után próbálunk menni. Hát sajnos sokszor ez évekbe telik, amire egy személygépkocsi lefoglalásával, vagy netán egy új ingatlan vásárlása kapcsán sikerül hozzájutni. A Lakszöv elnöke elmondta azt is, az elmúlt évben számottevő mértékben nem emelkedett a közös költség díja a központi rezsicsökkentés hatásaként.